Civil felháborodást és tiltakozó aláírásgyűjtést váltott ki. A kolozsvári Ábrám Jánkó, korábbi Petőfi utca 21-23 szám alatt épült, alatti területén épült monstrum, amelyet hatalmas koporsóhoz, szcifikbe illő közlekedési eszközhöz hasonlítanak sokan, és megkérdőjelezik építészeti létjogosultságát az egykori védőfal közvetlen közelében. Gutman Szabolcs építészt, műemlékvédelmi szakembert, a Romániai Építészek Rendje erdélyi fiókjának alelnökét köszöntöm most műsorunkban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Köszönöm, hogy itt van velünk. Hát egy ekkora épület azért nem jelenik meg egyik napról a másikra. Véleménye szerint miért most történik a közfelháborodás? Hát sajnos a transzparencia és az információ közlése terv szintjén akadozó. És emiatt azt láthatjuk, hogy post-mortem tudjuk elkönyvelni bizonyos épületeknek a már meglétét vagy tömegét, és ilyenkor nagyon nehéz természetesen visszapörgetni az időt és a tömeget. Konkrét esetben ez a helyszín szerintem akkor dőlt el, hát nem a legjobb irányba, mondjuk így, amikor az általános urbanisztika tervezet megengedi, hogy beépíthető legyen a telek. Tudjuk jól, hogy itt egy nagyon nagy park felülete volt még a várároknak, gyakorlatilag első botanikus kertje, a Betlen kert, a mostani Farkas utca 8 számnak a extra múrosz területe. Na most, ha ezt megengedi egy általános urbanisztikai terv, aminek közvitája mindenféle határozata után valaki a maximálisat akarja, akkor már a kiskapu tárva van. Ennek ellenére természetesen egy csomó jóváhagyást kell beszerezzen ilyen esetben is a beruházó. Na most ez elég sok vitát eredményezett még annak idején. Két építkezési engedélye van, mert hogy rendre megnőtt, és ezért is lett ilyen nagy, amit nem szeretünk, és amit végül Bukarestben kapott jóváhagyás alapján Kolozsvár adminisztrációja figyelezte. Erre még visszatérünk, mert van egy bejátszásunk arról is, hogy mit nyilatkozott ez ügyben a polgármester és a mostani főépítész. Viszont visszatérve arra, hogy most, ami ott található, most szakmai szempontból, hogyan mit szól ön ehhez? Hogyan véleményezi az ingatlant jelenlegi formájában és az elhelyezését nem utolsó sorban? Egyértelműen kezdtem ezzel az urbanisztikai malőrrel, mert hogy nagyon közel esik egy meglévő várfalhoz, az műemlék. Nagyon közel esik meglévő műemlék épületekhez, és nem utolsó sorban maga az erődített város egy külön műemléki helyszín. Na most ilyen esetekben nem azt jelenti, hogy nem szabad beavatkozunk építészetileg, de egyértelműen alá kell rendeljük magunkat a meglévő értékeknek. Tehát ez esetben is, ha már bizonyos okok miatt, például ugye 100 évvel ezelőtt elkezdődött ennek a váráruknak a beépítése, jobbról, balról látjuk azokat az épületeket, amik tűzfallal zárolnak el, akkor lehet ennek egy ilyen ötlete is, hogy ezt be kéne zárni. Csak hogy akkor meg legalább ezekhez az épületeknek a tömegviszonyához kéne illeszkedjen. Másrészt meg a közvetlen közelsége egy olyan épülethez, ami már nem várfal, mert kivételesen pont ez a 8-as számnak az extramúros része átalakult homlokzatá, jól lehet látni ezen a fotón, ez már nagyon közel, tehát ez minden urbanisztikai kérdőjelet feltesz legálisan, hogy egy déli homlokzatot hogy lehet így leárnyékolni. Na most, hogy ezt hogyan lehetett ennyire könnyedén adminisztrációilag lenyelni, ez egy kérdéskör. A másik az, hogy tömegében és koncepcionálisan ez az épület csak úgy folytatódhat, hogyha egy zárt homlokzatot eredményez, mert tűzfallal záródik egyik fele is, a másik is. Ezt akarja a város, ennyire be akarja keríteni az erődített várost egy folytonos épület sorral, vagy pedig mégis fel kellett volna tenni
a kérdés 100 év után, amióta léteznek ezek a műemlék problémák, hogy itt azért a meglévő értékeket valahogy jobban tudnánk sáfárkodni velük, hogyha megmutatnánk és nem eltakarnánk. Tehát ezekre a kérdésekre maximum úgy tudunk optimistán reagálni, hogy hát ez egy szálloda lesz, majd be lehet menni az udvarára, az udvarából majd meg lehet simogatni a falakat, de tudomásom szerint nincs semmiféle kötelezettség sem a beruházó részéről, hogy a műemlékekkel is foglalkozzon. Tehát innen kezdődik az a problémakör, hogy is látjuk az egész erődített várost, műemlékegyüttesnek a funkcionális, esztétikai megjelenését urbanisztikailag és építészetileg. Ez lesz a következő kérdésem, hogy felépülhet-e egy ingatlan egy településen, ahol a helyi önkormányzat nem szeretné azt. De még mielőtt erre válaszol, akkor nézzük meg azt a bejátszást, amit előkészítettünk. És mondjuk el, hogy itt tulajdonképpen egy 15 éve tartó építkezési tervről van szó. Amint kiderült, 2006-ban kezdődött az építkezés engedélyeztetése. A helyi műemlékvédelmi bizottság többször visszautasította a tervet, viszont az országos testület Bukarestben jóváhagyta minden alkalommal. De Kolozsvár városi tanácsa 2010-ben adott zöld utat az építkezésnek. És mindez tegnap hangzott el a polgármesteri hivatal területrendezési és urbanisztikai műszaki bizottsága ülésén, amelyet Facebookon közvetítettek, és ahol Emil Bock polgármester és a város főépítésze Daniel Pop is jelen volt. Az ő hozzászólásaikból látunk most részleteket. A tendencia de a se modifica aici un imobil începe undeva în anii 2006. Cu eliberarea unui certificat care, conform regulamentului vechi de urbanism, prevedea întocmirea unui studiu de urbanism, PUD și respectiv PUD. Acest studiu, început în 2006, se finalizează în 2009 cu obținerea vizului arhitectului șef de atunci, iar în 2010 primește și aprobarea în Consiliul Local. De ce nu s-a dat aviz la Comisia Locală de Monumente Județene? Comisia Locală n-a avizat nici faza PUS și nici fazele ulterioare, datorită faptului că nu corespundea din punct de vedere estetic și a încadrării. Deci, ca să înțelegem foarte clar, să înțeleagă opinia publică, Clujul a dat aviz negativ acestui proiect. S-a trecut peste Cluj, conform prevederilor legale, prin decizia Comisiei Naționale de la București. E clar acest lucru? Da. Bun, mai departe. E clar. Deci, fără trecerea de la București, nu s-ar fi ajuns ca proiectul să meargă mai departe, nu îndeplinea condițiile legale. În 2013, se obține certificatul de urbanism în baza fuzului aprobat și în termenul tot de valabilitate pentru construirea acestui imobil cu dotări hoteliere. În anul 2014 se obține, bineînțeles, premergător obține autorizație. Bun, e clar că după ce s-a obținut documentația legală, după aceea, evident că era obligat potrivit legii să mergi mai departe, sub rezerva altor sancțiuni legale. Este un lucru interesant aici, că hotărârea de Consiliul Local a municipiului, dată în 2010, specifică clar că la faza de autorizare este în corpul hotărârii, imaginea construcției și încadrarea între construcțiile existente va fi avizată de Comisia Monumentelor Istorice. Adică, perfect. După PUS, trimite din nou la Comisia de Monumente pentru avizarea formulei de TAC, adică autorizarea. Și avizat locală. Comisia Locală. Nu. Bun. Deci la această fază, încă Comisia Locală nu avizează. Deci încă o dată de reținut. A doua oară se trece peste Comisia Județeană. Locală. Care... Județeană locală. Cuprinde mai multe județe, deci, dar care are sediul la Cluj, se trece peste ea și se merge din nou la București. És a továbbiakban kiderült, hogy háromszor is ugye felülbírálták a kolozsváriak döntését, és Bukarest adta a jóváhagyását ennek az ingatlannak a megépítéséhez. Visszatérek a kérdésre, lehetséges-e, hogy felépüljön egy ingatlan egy településen, amelynek a helyi tanácsa nem szeretné azt, hogy ott legyen? Hát ez egy kicsit merőleges megközelítés, mert hogy azért jó magunk is készítünk terveket, és... Hát nem egyszer megágátol a helyi bizottság, ami a urbanisztikai bizottságot illeti, mindenféle műemlékes engedély mellett újra és újra kell gondoljuk azokat az ötleteinket, amiket mondjuk ez a
az urbanisztikai bizottság úgy tekint, hogy a város fejlődése, a város szelleme, tehát túl a műemlékes bizottságon végül is ez egy tanácsosi jóváhagyást igényel. Na most ez az a pillanat, amikor tulajdonképpen ez a púz és pút, hogyha elkészült, akkor ez egy jóval bonyolultabb engedélyeztetési fázis a városnál, mint egy sima építkezési engedély. Gyakorlatilag itt igen, a tömeget, ha még egy ekkora tömeget jóváhagy egy műemlékes bizottság, aki messze van pláne Bukarestben, nem tudja az egész városnak a problémáját, akkor szomszédi viszonyait, stb., akkor igenis nagyon be szokott keményíteni a helyi bizottság a város szinten, hogy mennyit kell lefaragni, mennyire kell visszalépni a szomszédok vonalától, hogy ez jogerős legyen minden szempontból. A műemlékes csak idézőjelbe és nem csak idézőjelbe, a történelmi, az illeszkedés, stb. Nézi. A város jóval többet kell nézzen, tehát nyilván ki kell pipálja ezt a kötelezettségét is az épület, de függetlenül, hogy műemlék vagy nem műemlék, a jogerős intézkedés a város kezében van, akkor is, amikor PUG-ot készít, és akkor is, amikor egy PUZ vagy egy PUD átmegy, tehát ez a PUZ a zonális, a PUD egy részlet, projekt urbanisztik de detaljú, tehát ezekre mind azért van szükség, hogy a szomszédi viszonyokat, a tömegkonstrukciót tisztázzák, a benapozás, stb. Úgy vízkészből legalább 5 tervünket tudom elmondani, ami nem is valósult meg, ha bár egy tizedében zavarta a szomszédi viszonyokat úgy, ahogy ez. Tehát itt azért van valami gond, hogy vannak tervek, amik könnyebben megkapják ezt az urbanisztikai jogosultságot, és mások, amik kevésbé. Utána és jött persze, a következő... bocsánat, hogy itt közbeszólok, igen, de ugye a 15 év alatt is változott a városvezetés, úgyhogy ez egy így nagyon van összetett kérdés tulajdonképpen. Így van. És akkor jön az építkezési engedély. Na most nehogy azt higgyük, hogy egy építkezési engedélyt, hogyha bemutatok mindenféle engedélyeztetést, akkor így pikpakpuk megkapja az építész vagy a tulajdonos, hát bizony nagyon keményen kell lapátoljon ott is egy egyszerű halandó, hogy megkapja az építkezési engedélyt, mert hogy ott újra sorra jönnek ezek a szomszédi viszonyok. Hát elég, ha csak arra gondolok, hogy van a jó magyar szanepi, tehát az egészségügyi, ami a benapozást igényli. A mindenféle zöldövezet arányai, stb. Újra és újra mindent be kell bizonyítani, hogy jogerős. Na most, hogy erre megkapta minden intézménytől a papírost, nem csak a műemlékesektől, és a város nem kért egy ilyen esetben még egy plusz, van egy ilyen, hogy az esztétikai, városesztétikai bizottság, hát ez igazán megérdemelt volna még egy kört, hogyha már éppen mindent kifutott, hogy egy vétójoggal megpróbálják a lehetséges tömegformálást kialakítani. Ez esetben szerintem, hogyha ez láthatóan működő építkezési engedélyt produkált, akkor miért nem továbbra is ezek a tűzfalak majd folytatódnak, a Mikóház megnő legalább ekkorára azért, hogy ne zavarjon az a tűzfal, a Hóhérok háza helyett jön még egy foghíbeépítés, mert hogy másképp nagyon szerencsétlen az a kis telek két tűzfallal. Tehát ez ilyen irányba tereli a dolgokat. De mert hogy persze... más nem történhet, ugye? Tehát, hogy most ott van az a hatalmas nagy ingatlan, lehet-e kezdeni vele valamit? Hát a jogi visszapörgetése a dolgoknak elég bonyolult, mert hogy ahhoz, hogy ő ilyen stádiumba eljusson, egyértelműen jogerős építkezési engedélye van. Na most ezt fellebezni ugye törvényszékileg, civil szféra, újra minden papírost ellenőrizve jöhet ki egy törvényszéki határozat, hogy valahol malőr történt az engedélyeztetés során. Na de akkor erre még olyan nagyon sok példánk nincs Romániában, hogy építkezési engedéllyel rendelkező épület mégis visszakerüljön a természetbe.
hogy fogalmazzak ilyen finoman. Tehát arra sincs nagyon sok példánk, amikor építkezési engedély nélkül épül fel valami, és lebontanák. Tehát elég sok kérdőjel van amögött, hogy egy ilyen érdek megszűnne. Inkább abban lehet reménykedni, hogy azok a felületek, amik most nagyon gorombák, valószínű, hogy a terv szerinti építő anyagokkal, réz, stb. Patinálható felületekkel lehetne valamelyest jobb arányokra simítani. De hát a tömeg az tömeg marad, de tudjuk jól, hogy az sem mindegy, hogy mivel van mondjuk van kifényezve. Egyébként igen. A városközpontnak az alakulását hogy látja Gutmann úr? Hát éppen úgy néztem, hogy örülök ennek az interjúnak is, hogy végre van civil reakció épülettel szemben is, és nem csak a fákkal, vagy a zöldövezetekkel. Az is nagyon fontos, de attól még nem lesz a történelmi város olyan, amilyennek szeretnénk, hogy képviseljen minket. És erre gondolok az összvároslakóra, akinek ez a központja nagyon nyögve nyelve, hála Istennek egy jobb irányba indult el, de íme, ha nem záros határidők között történik meg egy koncepcionális rehabilitálás, egy ilyen komoly beavatkozás nagyon elállíthatja az iránytűt. Tehát gondolok arra, hogy ugye örülünk, hogy a Farkas utcában végül is tervpályázattal sikerült csinálni egy sétálóövezetet. Miért nem lehet egy ekkora épületre kötelező érvénnyel tervpályázattal tömeget kialakítani? Például. A másik az, hogy fog ez az épület a Farkas utcával kapcsolódni? Mi megérjük azt, hogy átsétáljunk ezen a műemlékházon, a Farkas utca 8 számon, hogy az udvartereket is élvezzük? Tehát, hogy tudjuk azt, hogy ez lesz a csúcsszállodája végül is Kolozsvárnak, mert ha lerakom itt a bakkancsomat, az autómat a mélyparkolóba, utána egyből be tudnék jutni, ha jó a szomszédi viszony, ha ki van találva a rehabilitációs logika, a Farkas utcába. Farkas utcából egy lépés, és ott vagyunk a főtéren. Tehát gyakorlatilag aranyat ér a helyszín, csak hogy nem volt ez se az általános urbanisztikai szinten, se most, erről nem beszélgetünk, hanem esetleg csak elmérgesítjük a problémát egy irányba, hogy egy generáció halljon meg ahhoz, hogy ezt tudjuk újra rehabilitálni. Ezért félős ez a dolog. Sok terv úgy felcsillant a szemem előtt, ahol rengeteget kellett dolgozzon az építész kollega, gondolok itt például Tótfalusi Gáborra, aki az óvárosban egy abszolút kicsi irodát, de nagyon hasonló helyszínen produkált, ez a Virgil Fulicsa névre hallgató hajdani Szentlélek utca végében, pont a várfal előtti terület. Érdekes lenne, ha a Kolozsvár lakossága föltenni ezt a kérdéskört, hogy itt hogy sikerült az épület, ha bár ez egy bolha a mostani problémához, és mi ez, amit most látunk ugye a Petőfi utcában? Igen, tehát, hogy erre jó lenne jóval több beszélgetés, nyilvános kerekasztal annak az érdekében, hogy a következő, a harmadik, a negyedik beépítés milyen irányba viszi az belvárosnak az Bízzunk abban, hogy ezután megtörténik ez is. Gutmann Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és számítunk még önre műsorainkba. Köszönöm szépen a meghívást.